Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit! A mai videóban kifejezetten az Ableton 10-es verzióját használó emberkékhez szólok, ugyanis a 9-es verzióban, amit mutatni fogok, az még nincsen benne. A 11-es verzióban benne van, sokkal szofisztikáltabban ráadásul, viszont a 11-es verzió most a videó készítésekor még nem elérhető, a beta verzió, de ez is egyelőre nagyon kevés háztartásban van. Onnan jött az ötlet, hogy ezt megmutassam, hogy mostanában a one-on-one oktatásokon, illetve a producing session-ökkor erre nagyon sokan rácsodálkoznak, pedig egy teljesen alapműveletről van szó, csak valamiért ez szerintem nagyon sok embernél kimaradt. Arról van szó, hogy ha van 2 darab MIDI klipünk, 2 külön sávon, akkor gyakorlatilag ezeket össze tudjuk vonni, és egy klipben tudjuk szerkeszteni mindkettő klipnek a hangjegyeit. Ez ugye nagyon hasznos akkor, hogyha mondjuk 2 szólamban dolgozunk, hogy például van egy harmóniamenet és egy basszus, úgyhogy jelen pillanatban én most ezt fogom nektek megmutatni, egy dallammal már ide előkészültem. Ez lesz a dallam, és akkor erre fogok csinálni mondjuk egy basszust, és ezt a 2 layert fogom egyként kezelni, egyetlen egy szerkeszthető MIDI klipben. Mondjuk fel is veszem akkor a témát. Na jó, ennyit azért nem kell, elég lesz ebből egy kör. Na, láthatjuk, hogy van 2 darab MIDI klipünk, a zöld a basszus, hát is nevezem, a rózsaszín pedig a melody. Ha duplán rákattintunk, akkor itt láthatjuk, hogy minden rózsaszín, mint az új szerelem első 2 hónapjában. Itt pedig ugye zöld a klip, a nótok is, meg ezek a kis fejlécek, amik itt meg vannak jelölve, innen tudjuk, hogy melyik klipben vagyunk. Elég kellemetlen, ugye, amikor át kell mászkálni egyikből a másikba, és most meg kell jegyezni, hogy hol, melyik résznél, hogy vannak a hangjegyek. Egy borzasztó egyszerű trükkel, shift vagy egy command billentyű megnyomásával ki tudjuk jelölni egyszerre a 2-t, és ebben az esetben láthatjuk mindkét klipnek a nótjait. Jelenleg a rózsaszín az, ami aktív, és a rózsaszín tudom szerkeszteni, de nagyon egyszerűen át tudok lépni a zöldbe, ami ugye a basszus, egyszerűen csak ráklikkelek, és innentől kezdve a basszust szerkeztem. Visszalépek a rózsaszínbe, szerkesszük meg egy kicsit mondjuk. És utána visszalépek, és szerkeztem a basszust. Nagyon-nagyon rövid volt ez a videó, tudom, szándékosan nem terveztem hosszabbra, viszont remélem, hogy annál hasznosabb volt. Használjátok ezt ki, és várjátok meg az Ableton 11-es verzióját, mert ott ez igencsak mókásan van megoldva, és még egyszerűbben. Jövő héten pedig találkozunk ismét egy picivel hosszabb témával. Sziasztok!